Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, hiszen ez egy szabad ország, nem diktatúrában élünk, mondta mindezt Orbán Viktor áprilisban. Azt is mondta a miniszterelnök, hogy az oltás golyóálló mellény, lepattan róla a vírus, és ha mindannyian beoltatjuk magunkat, akkor majd nem lesz kit megfertőzzön, és vége lesz ennek a válságnak. Egyetlen vakcina esetében sem lesz szükség harmadik oltásra, ezt már Gulyás Gergely mondta az egyik kormányinfón, de szintén áprilisban. Ezek azok a hazugságok, amelyeket az önök szereplői mondtak el, de Nacsa képviselő úr hiányolta a szakembereket, ezért most mondani egy pár szakembertől hozott véleményt, amely nem igazolódott be. Nem lesz negyedik hullám ilyen átoltottság mellett, ezt mondta Merkeli Béla májusban, sőt azt is mondta, hogy 2022-ben egyenesen nem lesz Covid Magyarországon, egy-egy Covid eset előfordulhat, de nem lesz Magyarországon jelen ez a vírus. Hogyha hallgatnának erre a szakemberre, akkor 2022-ben nem kellene meghosszabbítani a veszélyhelyzetet. Ami viszont lesz, na az meg a nyáimmunitás, ezt is mind Rusvai doktor, mind Szlávik doktor, mind Merkeli doktor 5-6 millió oltottra satszolta, hogy ekkor fogjuk elérni a nyáimmunitást. Most látjuk, hogy ez az oltottsági szint megvan, a nyáimmunitás meg sehol nincsen. Azt is mondták 2020. decemberében, egy évvel ezelőtt, hogy az oltásoknak legfeljebb egy-két napig tartó mellékhatása lehet, és hogy a vakcinák valószínűleg élethosszig védeni fognak. Hát semmi nem úgy lett, ahogyan azt önök mondták egy vagy fél évvel ezelőtt a járványkezelésről vagy az oltásról. Most már ezért arról beszél ugye Orbán Viktor, mint hogy nem lesz más megoldás, mindenkit be kell oltani, és a kommunikációjukat teljes egészében az oltatlanok ellen irányítják, ami egészen elképesztő. Eleinte önök csak a vírussal harcoltak, most már nem a vírus a veszélyforrás, hanem az oltatlan honfitársaink, az oltatlan embertársaink, ezért mi feljelentést tettünk a kormány kommunikációja miatt. De nézzük, hogy mik azok a tények, amelyek valóban megtörténtek Magyarországon a járvány időszaka alatt, ugyanis nem nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy mi az, ami a valós helyzet. Októbert megelőző három hónapban, tehát augusztusban, szeptemberben és októberben a Müller Cecíliáék adatszolgáltatása alapján azt mondhatjuk el, hogy az új fertőzöttek közül 48%-nyian voltak az oltottak, és 52%-nyian voltak az oltatlanok. Tehát ez három hónap összesített adata, és egészen a közelmúltból való. Tehát az, amit Orbán Viktor mondott, hogy a vírus majd lepattan az oltottakról, az nem igazolódott be. Sőt, az oltási akció héten már arról beszélt Merkeli Béla a közszolgálati tévében, hogy a kétszer oltottak is fenntartották a járványt, és ezért van szükség a harmadik oltásra. De vannak ennél durvább hazugságaik is, tisztelt képviselőtársaim, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. A Szent János Kórház Covid osztályáról van szó, amelynek az egyik műszakvezető orvosával az egyik fideszes önkormányzat, a Hegyvidéki Önkormányzat közölt egy interjút, és a nyomtatott labban megjelent dr. Horváth Benedek részéről kétszer is az az állítás, hogy a kórházba beérkezett betegek, tehát akik kórházi ápolásra szorulnak, azoknak a kétharmada oltott. Elmondta az orvos, a műszakvezető orvos, hogy ennek a hullámnak az elején még igen jellemző volt, hogy az oltatlanok voltak többségben, most már a hozzájuk beérkező betegeknek a kétharmada oltott. És önök mit csináltak? Ez a fideszes önkormányzat mit csinált? Megoszthatnánk az online verzióját is az interjúnak, ha változatlanul közölték volna. De megváltoztatták. Pont ezt a két részt megváltoztatták, és az online verzióba nem került bele az, amit a nyomtatott labban megjelentettek a dr. Horváth Benedekkel végzett interjúban. Én elhiszem, hogy rém kellemetlen önöknek, hogy ez a konkrét eset, ez a konkrét adatszolgáltatás a Szent János Kórházból nem illik bele az oltásról szóló kormányzati propagandába, de azért ilyen mértékben, ilyen átlátszó módon hazudni és hülyének nézni az embereket, az mégiscsak felháborító. De említhetném azt a budaörsi házi orvost, aki a Buda környéki televíziónak nyilatkozott a saját praxisában tapasztaltakról.
Kettő hét alatt az ő praxisában 42 COVID pozitív esetet azonosított, és amikor ott is megkérdezte a riporter, hogy ezek között mennyi volt az oltatlan, hogy a többsége oltatlan-e, akkor azt mondta, hogy nem. És a riporter is megdöbbent, hogy nem. És elmondta az orvos, hogy nem, a 42-ből 3-4 volt oltatlan, nem 3-4 volt oltott, 3-4 volt oltatlan, a többiek 2-3 oltással jelentkeztek az orvosnál. Tehát ebben a házi orvosi praxisban, a mostani hullámban a jelentkező betegek 90%-a 2-3 oltással rendelkezik. És ezek ismeretében a kormány azt írja, hogy az oltatlanok mások életét is veszélyeztetik. Hát kérem szépen, hogyha önöknek ezt elbírja a lelkiismerete, akkor az úgy látszik, hogy nagyon sok mindent elbír. És most jelentette be Kásler miniszter úr, hogy a gyerekek oltását, az 5 és 11 év közötti gyerekek oltását is el fogják kezdeni már decemberben. Ugye Orbán Viktor, amikor arról beszélt, hogy a felnőtteknek nem teheti kötelezővé az oltást, aztán most látjuk, hogy gyakorlatilag kötelezővé tette azzal, hogy most azt mondta, hogy aki nem oltakozik, az ne is egyék, és kirúgják az embereket az állásukból, hogyha nem veszik fel az oltást. Orbán Viktor már akkor azt mondta, hogy gyerekek esetében más a helyzet. Gyerekek esetében el tudja képzelni, hogy kötelezővé teszik az oltást. És az, hogy 2 millió vakcinát rendelnek Magyarországon, 5 és 11 év közötti gyerekek oltására, akik nagyjából 700 ezeren vannak, ez azt vetíti előre, hogy ez a vakcina mennyiség minden 5 és 11 éves kor közötti gyermek 3 oltására elegendő. Ez egyértelműen azt vetíti előre, hogy kötelezővé szeretnék tenni a gyerekeknek az oltást. És ha már a gyerekekről beszélünk, szeretném minden magyar felnőtt ember nevében visszautasítani azt, ahogyan a miniszterelnök a különböző megnyilatkozásaiban és a rádió interjúiban velük beszél. Az, hogy gyerekekkel úgy beszél az ember, hogy lesz kis karácsony, meg nagy karácsony, az egy dolog. De hogy a miniszterelnök felnőtt magyar állampolgárokat ennyire dedósnak néz, hogy ő úgy gondolja, hogy úgy kell beszélni a karácsonyi összejövetelekről, a családi együttlétekről, hogy most itt kis karácsony lesz, vagy nagy karácsony, ez egy infantilis dolog. Hát nézze már felnőttnek a magyar embereket, és ne úgy beszéljen velük, mint az óvodás gyerekekkel, mert a magyar emberek nem óvodás gyerekek szintjén vannak. Szeretnék az oltásról is néhány objektív tényt említeni önöknek. Tény az oltásokkal kapcsolatban, hogy azokat a szerződéseket, amelyeket például az Európai Unió kötött a vakcinagyártókkal, azokat nem ismerhetjük. Az is tény, hogy sem a gyártók, sem a kormány, sem az oltó orvos a vakcinák oltások következményeiért nem vállal felelősséget. Az is tény, hogy ezekkel az oltásokkal kapcsolatban hosszú távú tapasztalata senkinek nincs. Az is tény, hogy amit egy évvel ezelőtt akár a mellékhatásokról, akár a védelem időtartamáról mondtak, például Merkeli Béla mondott, az nem igaz. Az is tény, hogy nem tudják megmondani, hogy ez ellen a legújabb variáns ellen, amely néhány napja bukkant fel a világban, ezek az oltások védenek-e egyáltalán, maguk a vakcina gyártók sem tudják. De ha mindezen tények ellenére valaki saját jogán úgy dönt, hogy ő nem szeretne élni az oltás lehetőségével, azt ne nézzék már gyíkembernek. Ezek nagyon nyomós érvek. Ezek olyan konkrét, felelősségteljes gondolkodás követően megfontolás tárgyát képező tények, amelyek után juthat valaki arra a következtetésre, hogy ő nem oltatja be magát ezzel, hanem más módjait keresi meg a védekezésnek. És mindezen tények ellenére az összes magyar politikus, a mi hazánkat leszámítva, arra biztat, hogy oltassák be magukat az emberek. Orbán Viktor, Dobrev Klára, Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Karácsony Gergely, mindenki arról beszél, hogy oltassák be magukat az emberek, sőt a Momentumnak olyan képviselőjelöltje is van, aki egy-egybe kötelezővé tenni az oltást, ahogyan erről egyébként Márki-Zay Péter is beszélt egy korábbi interjúban, hogy ő azt is el tudná fogadni, hogy nem csak a munkáltató tehetné kötelezővé az oltást, hanem úgy alapból mindenkinek kötelező lenne.
És nyilván fontos azokról a társadalmi következményekről is beszélni, amelyeket a járványkezelés magával hozott. Ebben a járványban Magyarországon életét vesztette a Covid-dal összefüggésben a lakosságnak a 3 ezreléke, a világ lakosságának az 1 ezreléke. Eközben a gyermekszegénység a világban 20%-kal növekedett. Az öngyilkosságok száma Magyarországon soha nem volt ilyen magas. Ez egyértelmű következménye a lezárásoknak, ezt még Gulyás Gergely sem tagadta, egy kormányinfón elismerte, hogy egyértelműen a lezárások miatt emelkedett ilyen szintre. A magyar lakosság a lezárások időszaka alatt különböző becslések vannak arra vonatkozóan, hogy mennyi kilogrammal hízott el, de van olyan becslés, amely szerint 50 millió kilogrammal hízott el a magyar lakosság, amelynek szintén ember életekben, életévekben mérhető következményei lesznek, ahogyan a sportolási lehetőségek korlátozásának is. Szintén életévekbe, sőt ember életekbe kerülnek a szűrővizsgálatok elmaradása. Tudok olyan konkrét esetekről, 40-es éveiben járó honfitársunkról, akinél azért nem diagnosztizálták időben a daganatos betegséget, mert a szűrővizsgálatot nem végezték el az orvosok. Ők is emberek, ők is áldozatok. És a fiatalok körében soha nem tapasztalható magasságokba emelkedett a különböző mentális betegségeknek az előfordulása. Ez mind-mind ott van a járványkezelés egyik kalapjában. Minden egyes ember áldozatot hozott. De voltak, akiknek nem kellett áldozatot hozni. Voltak, akik akkor is gazdagodtak, akkor is növelték a profitjukat, amikor minden honfitársunk megszorításokkal élt, sokan a munkájukat elveszítették, és családok kerültek rendkívül nehéz helyzetbe. És a kormány ezt ölbetett kézzel nézte. Tavaly áprilisban, amikor lezárták az egész országot, Gulyás Gergely elmondta, hogy napi 1500 milliárd forintba kerül a védekezés. És ezt az államadósság növelésének a terhére végezte el a kormány. Miközben soha nem látott bevételekre tett szert a különböző multinacionális kereskedelmi láncok, az óriás tech cégek vagy a gyógyszeripari vállalatok. És már akkor mondtuk és javasoltuk, hogy vessenek ki járványszolidaritási adót azokra, akik a koronavírussal összefüggésben növelik a bevételeiket. De a kormány nem tette meg. Hadd vigyék a pénzt, önök meg az államadósságot növelték. És sok mindent gondolhatunk az oltásról, sok mindent gondolhatunk a járványkezelésről, de az is objektív tény, hogy annak, hogy az állami szféra ágazataiban kötelezővé teszik az oltást, annak következményei lesznek. Egy olyan ágazatban, ahol már így is rendkívüli a létszámhiány, nevezetesen a rendvédelemben, beláthatatlan következményei lesznek annak, hogy újabb tűzoltókat veszítünk el, újabb rendőröket veszítünk el, újabb bévéseket veszítünk el, azért, mert csak oltottak dolgozhatnak ott. De az oktatás is egy ilyen ágazat. Hát rengeteg iskolában már most óriási problémát jelent, hogy szakos tanárok tanítsák a különböző tantárgyakat. Azok után, hogyha több ezer pedagógus ott fogja hagyni január 1-től ezt az ágazatot, vagyis az állami iskolákat, sok helyen maga a feladat ellátás fog veszélybe kerülni. Hát gondolják már végig, kérem, tisztelt képviselőtársaim, ha egy iskolából csak 2 pedagógus távozik, az nagyjából heti 50 tanóra. Az ki fogja megtartani? Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiknek január 1-én eltűnik a tanítónénie? Mi lesz azokkal az érettségére készülő osztályokkal, akiknek január 1-én mondjuk eltűnik az angol tanárja? Mi lesz azokkal a fogyatékos gyerekekkel, akikkel olyan gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek foglalkoznak, akikkel rendkívül erős érzelmi szál köti őket össze? Ezek az emberek nem végezhetik tovább a munkájukat csak azért, mert nem szeretnék beoltatni magukat. Ez igazságtalan. És függetlenül attól, hogy mit gondolnak az oltásról, vagy mit gondolnak a járványkezelésről, az oktatás több helyen veszélybe fog kerülni. Nem csak, hogy szakos pedagógus nem lesz, egyszerűen nem lesz pedagógus, aki bemenjen az órákra és megtartsa az órákat. Ezért is szükséges, hogy visszavonják ezt az oltásra kötelezést, és végig gondolják, hogy inkább ezeknek az ágazatoknak a fejlesztése lenne a kormánynak a feladata.
A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely ellenzi az oltások kötelezővé tételét, semmilyen lezárást nem tudunk támogatni, és tiltakozunk a gyerekek oltása ellen is. Köszönöm a figyelmet!